Három napig tartó programsorozattal emlékeztek Petőfi Sándorra Kiskörösön a költő születésének 200. évfordulóján. December 31-én a programfolyam részeként egy képzőművészeti kiállítás nyílt a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum galériájában. Az Országos Petőfi Társaság indította útjára ezt a kezdeményezést, amiben megszólította a professzionális művészeket, hogy Petőfi témában az aktualitásnak megfelelően vagy tematikus alapon fejezzék ki vizuálisan a gondolataikat, érzelmeiket a költőről. A pályázati rendszer 1983 óta működik. Kispálné dr. Luca Ilona csak kinevezéskor 1998-ban ismerkedett meg a képzőművészeti pályázati rendszerrel. Akkor még kizárólagosan a Petőfi Sándor Társaság hirdette meg a pályázatot, volt a városnak egy képtára, és ami alkotásokat meg lehetett szerezni, azokat megszerezte a város, és abban a képtárban helyezték el, és volt egy állandó kiállítás belőlük. Amikor 98. január 1-én a városhoz került a múzeum, akkor a testület úgy döntött, hogy alkosson egy egységet a képtár és a múzeum, és akkor kerültek át a múzeumba azok a festmények, szobrok, kis plasztikák, amik azóta is itt vannak, és azóta együttes erővel gyarapodnak a Petőfi Társaság, a város, illetve a múzeum közösen jelentetett meg pályázatokat, és a Magyar Alkotó Művészek Országos Egyesülete szakmai támogatásával valósult meg azóta folyamatosan. A Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány, a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum, Kiskörösváros önkormányzata az Országos Petőfi Sándor Társasággal karöltve a Magyar Alkotó Művészek Országos Egyesületével folyamatosan jelentette meg a költővel kapcsolatos képzőművészeti pályázatokat. És itt tartunk most, hogy a Petőfi 200-ra több mint 150 alkotás érkezett, és ezek jó részét, amit a zsűri úgy gondolta, hogy méltóak arra, hogy a múzeum kiállításán szerepeljenek a Petőfi szilveszter alkalmával, azoknak jó része itt is marad a múzeumban, ezzel gyarapodik a gyűjtemény. A bezsűrizett munkák körülbelül 80%-a múzeumban marad, azonban vannak olyan művek is, amelyeknek sorsáról az alkotójuk nem döntött. Ilyen Zalubel Istvánnak a Dunán című olajfestménye, valamint Béla Borcz Flóra Vázlatfüzetem a felhőkhöz című vörös részből készült művészkönyve. Bár ezeket az alkotásokat a művészek nem ajánlották fel a múzeum számára, továbbra is a képzőművészeti gyűjtemény részét képezik majd. Figyelmet érdemel Balog Editnek a Petőfi portréja. Ő ugyanis iparművész, és akik ismerik egy kicsit is a szülőház gyűjteményét, tudják, hogy van egy óriási Petőfi Kárpátunk, és azt az iparművészek készítették egy éven keresztül, és az Editennek a társaságnak az elnöke, ő meg is festette ezt a portrét, és most elkészítette szövésben, és úgy gondoltuk, hogy nagyon izgalmas dolog az, ha megjelenik ugyanaz a munka, festmény, illetve szövés formájában. Az idei kiállítás díjnyertes alkotása is a képzőművészeti gyűjtemény részét képezik majd. A díjazottakat a fő helyen állítottuk ki. Mátrai Istvánnak az objektje lett az első díjas munka, aminek az az érdekessége, hogy egy olyan térbeli alkotást készített Petőfiből, ami forog, és minden szemszögből másként jelenik meg nyilván térben Petőfi portréja, és azok a szövegek, amiket a művész beleépített. A díjat kapott Szerényi Gábornak a munkája, az egy gyönyörű grafikai alkotás, aztán Sziráki Katalinnak a Víznek árja című munkája, ami szintén ott van a főfalon, szerintem egy, de nem minősítek, nekem az is nagyon, nagyon tetszik. Aztán Széri Varga Géza dolgozott egy éven keresztül a Petőfi 200-ra.
A művének a címe a Petőfi 200 és 200 Petőfi, ami ténylegesen meg is jelenik. 200 kicsi négyzetből, ami idézeteket tartalmaz, rakott össze egy olyan kis plasztikai vagy középplasztikai alkotást, ami kiadja hátulról Petőfi portréját. Emellett Lente István Apai örökség című alkotása nyerte még el a zsűri tetszését. December 31-én a kiállítás megnyitójára sok vendéget vonzott a különleges tárlat. Szilveszterre nagyon sok művész eljött, ez meglepett bennünket, legalábbis engem. És úgy gondolom, hogy visszaigazolása annak, hogy egy hosszantartó és kiszámítható pályázati munkának, ami mögött tényleg civil erőket, intézményt és a város önkormányzatát láthatják a pályázók, van értelme, és szívesen is pályáznak. Ők nagyon nagy örömmel jöttek, és ők már úgy számítanak is arra, hogy a költő szülővárosából meghirdetnek egy Petőfi témájú pályázatot, és régóta készültek, mint ahogy mi is ezt már több mint egy évvel ezelőtt megjelentettük ezt a pályázatot azokkal, akiket már említettem, és meg is ígértük, hogy katalógust készítünk belőle. A december 31-én megnyílt tárlat alkotásaiból született meg az Idő igaz, s eldönti, ami nem az, Petőfi örök című katalógus, melyben a pályázatra beérkezett, zsűrizett, valamint a Petőfi szilveszteren kiállított művek szerepelnek. Ezt elsősorban a művészeknek szántuk, akik a pályázaton részt vettek és eljönnek. Sokan vannak olyanok is, akik tudomást szereztek róla, hogy megjelent a beígért katalógus, és kérik, hogy küldjük nekik postán. De hogyha valaki mindenképpen ragaszkodik hozzá, van a múzeumban is belőle, és korlátozott számban innen is beszerezhető. Kispálné dr. Luca Ilona a következőket írta a katalógusban a megvalósult pályázatról. Ennek eredménye a Magyarországon legnagyobb Petőfi témájú kortárs képző és iparművészeti gyűjteménye. Köszönjük a mestereknek, hogy Petőfi mindig ad nekik újabb és újabb üzenetet, és ez művészi megformálásban gyakran kerül a Kiskörösi Múzeumba. A kiállítás a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum emeleti galériájában márciusig tekinthető meg.